Én nem vettem ruhát szerintem az elmúlt fél évben. Erről például teljesen büszkén tudok nyilatkozni, hogy nem vagyok állandóan valami boltban fellelhető, hogy ott szórom a pénzt, mert teljesen megvagyok a ruhatárammal. Most tettél haza Görögországból. Igen. És persze majd beszélünk arról is, hogy milyen jó a színed, és milyen jól mutatnak most rajtad a ruhák, de kitettél egy fotót, ahol egy csomag szeméttel épp futás után vagy látható azon a fotón. Uh-huh, igen. Tehát elmentél futni, és összeszedted a szemetet Görögországban. Ez jellemző rád? Hogy szemetet szedek? Hát volt már ilyen, most a színházban volt egy szemétszedő akció, és ott nem tudom, sok szemetet összeszedtünk, de hogy nem azért csinálom, mert nekem ez egy mániám, hanem mert azt éreztem, hogy nekem ezt össze kell szednem. Tehát futottam a hegyekbe, Görögországba, és akkor egyszer csak így mondom, mert elvittem magammal egy zacskót, hogy majd ebbe fogom összeszedni a szemetet, de nem fért bele, mert annyi volt, és akkor így mondom, hogy olyan jól lenne, hogyha találnék egy szemetes zsákot, és akkor abba tovább tudnám gyűjteni, és egyszer csak ott volt egy szemetes zsák is. Szóval abba elkezdtem gyűjteni. Egyszer nem bírtam elviselni, mert már ott futottam egy hete, és mindig néztem az üvegeket, meg a cigis dobozokat, meg a mindent, a szemüveget találtam, meg ilyen borzasztó dzsuva volt, és akkor egy ilyen jó hosszú részen összeszedtem a szemetet. Nem vagyok ennyire jó ember, csak ennyire idegesít, hogy mi lesz. Tehát van egy ilyen elég erős klímaszorongásom, és akkor ezért valamit akartam csinálni. Egyébként a katonában is szoktál szemetet válogatni, vagy legalábbis olvastam rólad valahogy belső cirékkel, így válogatjátok előadás után szelektíven a Igen. szemetet. Hát úgy kezdődött ez, hogy az összes ilyen hajsprés flakon, meg a samponos flakonok, meg minden, ami műanyag és fém, az belekerült a kommunális szemétbe a fodrásztárban. És akkor mi már elég régen szelektíven gyűjtöttük itthon a szemetet, és erről kezdtünk el beszélni, hogy akkor a színházban miért nem. Tehát akkor azt, hogy zöldül a katona, azt javarészt neked köszönhetjük. Egy picit igen. A Réka, a Pelsőci Réka, a Rezes Júci, ők is nagyon sokat dolgoztak ezen, de benne vagyok én is. Nem az én érdemem, de azért én is hozzátettem. Mert hogy szorongasz, azt mondom. Igen, nagyon. De mióta? Amint gyerekkorom óta Görögországban nyaralunk a családommal, és hogy az utóbbi években olyan erős már a nap, és olyan kibírhatatlan a hőség, amilyen gyerekkoromban nem volt. Nagyon gyorsan változik, nem csak az, hogy melegszünk fel, és már kibírhatatlan a hőség, és minden ég már nyáron, Szardíniától Törökországon át Görögországig, mindenhol minden ég. Nem semmi, de nagyon kevés, hogy én a vizes palackot a műanyag tárolóba dobom ki. Tehát, hogy itt már sokkal nagyobb és sokkal erőteljesebb lépésekre lenne szükség, és nem vagyok vezető politikus, sajnos. Pedig biztos, hogy ezen munkálkodni. Közben nyissuk ki a ruhásszekrényed, mert azért itt állunk nyilván a gardróbod előtt, és például van olyan ruhadarab, ami Görögország? Kérlek szépen, ami Görögország, az éppen szárad, mert ugye mert tegnap előtt jöttünk haza. Igen. Télen én egy teljesen másik ember vagyok, mint nyáron. Télen ez a vagy valami, vagy megy valahova tipikus esetet, tudod, hogy nem lehet felismerni, hogy nő-e, vagy férfi, vagy ő most mit akar, vagy mi van vele. Mert különösen a Covid alatt egy ilyen kapucnis pufi kabátba jártam, majd azt is be fogom nektek mutatni. Én azt hittem, hogy a bőröd színe miatt, mert hogy télen nem vagy annyira barna, mert én például télen nem vagyok annyira barna, ki vagyok olyankor borulva, és teljesen más színű ruhákat hordok. Például sokkal több feketét hordok télen, ami rám nyáron egyáltalán nem jelent. Pontosan így van velem, és én imádom a feketét. De hogy például ez a ruha, ez a kétfejű fenevadban volt a jelmezem.
tulajdonképpen az első olyan előadásom volt, amiben így megérkeztem a katonába. Vagy hogy egészen addig így nagyon szorongtam, persze aztán is, mindenféletől tudok szorongani, de hogy ez volt az első olyan előadás, ami után megnyugodtam. Egy beszélgetést láttam veled, amiben a katonában beszélgettek Hernádi Júcival. Igen. És ott egyébként még a kaukázusi krétakört említett, hogy az volt még egy ilyen nagyon meghatározó Igen. darab az életedben, ami után azt érezted, hogy annyit kaptál tőle, hogy egy kicsit az anyukáddal való kapcsolatodra is hatással volt. Rengeteg ilyen kis hülye szerepet játszottam, amiben hát igazából tehát a szerepek nevelnek föl, és biztos, hogy van olyan, hogy így összeérik, amikor történik veled valami, vagy az életben, vagy a szerep miatt az életben, tehát ez olyan érdekesen egészíti ki egymást, és nincs az egyik a másik nélkül, mert biztos, hogy igaz ez, amit sokan mondanak, és én is érzem, hogy hat rád az, hogy éppen mit dolgozol. És ilyenkor azt érzem, hogy bennem nagyon sok erő van, és hogy ezt használják, és akkor a kaukázusi egy ilyen előadás, hogy benne van az egész szívem, és ez egy nagyon fontos előadás. Nekem igen. Amikor azt említetted, és persze aztán nem akarok túl sokat beszélgetni anyukádról, mert egyébként unod, amikor erről a témáról kicsit kérdeznek? Igen. Én imádom az anyámat, és mi nagyon jóba vagyunk, de hogy most már azért eltelt egy olyan hosszú idő, hogy amikor megint róla kell beszélni, vagy a mi kapcsolatunkról, akkor általában már úgy megköszönjük ezt, és hogyha valaki kíváncsi rá, az tök jó, vagy rám, így külön, de hogy valahogy most már szerintem így elmulogattak ezek. A színházban mi nagyon sokat játszunk együtt, és nekem cinkosom ő, szóval nekem ő egy igazán jó barátom. Mennyiben befolyásolt egyébként azt, amilyen te most vagy, ahogyan öltözöl, az mennyiben köszönhető neki? Tehát ő milyen mintát, milyen példát mutatott? Ő mindig nagyon ápolt, és nagyon csinos, hogyha meg kell jelenni valahol. Viszont otthon, tehát is szoktunk egymásnak képeket küldeni, és ugye a pandémia alatt ugye be voltunk zárva, és akkor küldtük egymásnak a képeket, hogy ma is felvettem ezt a mackónadrágot ezzel a pulcsival, nem fogod elhinni, és lementem a boltba, úgyhogy rávettem a kapucnis pufi csekimet, vagy pufi kabátomat. Tehát, hogy közben azért van ennek az éremnek egy másik oldala, hogy mi rettenetesen szeretünk kényelmesen lenni. Tehát, hogy mindig a csinosság meg a kényelmesség az mindig a kényelmesség javára dől el. Nyilván, hogyha valahol meg kell jelenni, akkor természetesen szeretünk öltözni. De hogy azt hiszem, hogy azt így tőle örököltem, hogy így a hétköznapokban én például nem vagyok egy öltözködős ember. Tehát, hogy én meg tudom mutatni azt a nadrágot, igen, ezt a fekete nadrágot most nem, de hogy ebbe jártam egész télen. Anyám mondta ezt, hogy beszéltünk telefonon pandémia alatt, hogy figyelj, de én ezt a pandémiás időszakot két toalettből kiállítom. Van egy DMS, meg van egy itthoni. De tulajdonképpen ő ezt két toalettből kiállította, hát én sem vagyok messze ettől. Amikor nincs vírushelyzet és tombol az élet, akkor úgy kezdem, hogy elmegyek mondjuk reggel próbára, ott átöltözöm a próbaruhámba, a civil ruhámból, a próba végén visszaöltözöm a saját ruhámba, utána, nem tudom, este megint bemegyek a színházba, leveszem a civil ruhámat, és felveszem a jelmezemet, és van olyan előadás, amiben mondjuk öltözöm át négyszer, ötször, és akkor utána megint visszaveszem a civil ruhámat, majd hazajövök, azt leveszem, és felveszem. Tehát, hogy ha ezt összeszámolom, most érte, ennél nagyobb bajom az életben soha ne legyen különben, hogy ennyit kell öltözködnöm. De rohadt idegesítő. Tehát én nem szeretek öltözködni, én azt szeretem, hogyha fel lehet venni, el lehet indulni, beülök a kocsiba, senkit nem érdekel, hogy nézek ki. Tehát például Szandra, Borbély Alexandra az én legjobb barátnőm, ő egy teljesen másik ember. Tehát ő télen is, a színházban is csinos, minden nap ki van találva valami kis extra, valami. Na hát én erre képtelen vagyok.
Szóval... Na de akkor nézzük a nyári ruhákat, amiben még, szín van. Ja igen, azt szerettem volna még mesélni, például erről a blúzról, ami a Love, Love, Love című előadásban volt rajtam, ez a Belvárosi Színházban ment ez az előadás. Azért fontos ez, mert képzeld el, hogy én általában úgy szeretek meg ruhákat, vagy úgy vásárolok, hogy... hogy lenyúlom. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez tök jó nekem ez az ing, vagy ez a blues, már nem fogjuk ezt játszani, ez nem lehet az enyém. És akkor van egy tök jó, és most ez nem spórolási szempontból, hanem abból a... Tehát, hogy én nem tudok, nekem nincs arra fantáziám, hogy aha, akkor én most ezt a kabátot, meg ezt a fazont, meg ezt, vagy ezt a fazonú részét is körül, tehát, hogy ezt ne... Én fotózásokról azt mondom, hogy úristen, de jó ez a szoknya, vagy ú, de jó ez a gatya, akkor én azt megveszem és elhozom, és nagyon hálás vagyok a tervezőknek, akik, vagy a stylistoknak, akik azt mondják, hogy ez jól fog állni neked, és tényleg jó, és akkor azt elhozom. Na, ehhez jobban kell lenni a stylistokkal, meg az öltöztetőkkel, hogy ezeket le tud nyúlni. Igen. Jó. Lenyúlom, és megveszem, tehát nem lopok. Persze. Most játszottál egy filmben, ami... még ugye nincs a mozikban, és gonosz mostohát játszottál. Igen. Onnan szerintem nem hoztál el ruhákat, viszont... Sajnos nem. Viszont láttam egy-két verfotót, és meg a trélere is ugye már kint van a filmnek. Igen. És egyébként nagyon szép jelmezekben van. Csodálatos. Igen. Azt élvezted? Hát persze! Bárdos Ibolya csodálatos jelmeztervező kosztümjeiben voltunk, és... Hát ez egy színésznőnek ez az álom. Volt egy ruhapróba is, és elsírtam magamat, hogy tudom, hogy ki ez a nő, vagy hogy azt látom a tükörben, amit elképzeltem, és akkor már csak játszani kell, most ez egy nagyon nagy képű duma. Nektek valószínűleg ez így sokkal könnyebb talán így játszani. Hogyne, és pontosan erről van szó, hogy egy olyan jelmezben soha nem fogod magadat jól érezni, ami az első pillanatban valahogy nem stimmel. Tehát én engem nagyon megviselnek ezek a harcok. Vannak csodálatos találkozásaim, és vannak nagyon rossz tapasztalataim, amikor rám kényszerítettek valamit, és gyűlöltem, és próbáltam a magamévá tenni a nem tudom milyen papucsot, meg a nem tudom milyen inget. Harcba szállsz ilyenkor? Tehát, hogy azt mondod, hogy akkor ezt nem veszem fel. Uh-huh. Mondhatod? Hát mostanában már mondom, hogy ezt lesevedd a fogasról, mert nem fogom felvenni. Mondod, de csak azért próbáljuk meg, nem fogom megpróbálni, mert látom, hogy, tehát, hogy nem ilyen bunkón, tehát hogy kedvesen, de hogy... Ez most nem ilyen fejjel mondtad, nem ilyen bunkón. Tehát nem azt mondom, hogy ezt lesevedd, de hogy igen, tehát hogy például a kismárk, akinek ott lóg mögötted igen, a... Igen, amit ő választott neked. Igen. Tehát, hogy ez a J-Lo set, ugye ez úgy van, hogy tartozik hozzá így egy nadrág. Igen. És a Mark az ember az életemben, aki bármikor bármit odarakott, az tökéletes volt, és még jól is éreztem magam benne. De ezért még J-Lo-ra térjünk egy kicsit vissza. J-Lo-ra térjünk igen. vissza. Neked olyan óriási ikonod. Igen. Azért tudod, volt ilyen is, hogy ha J-Lo-nak ez jól állt, akkor lehet, hogy nekem is jól fog. Tudod, tehát, hogy ugyanaz a... tehát, hogy J-Lo sem egy vékony modell lány, hanem egy gyönyörűséges... De a világ egyik legszebb nője. És egyébként, hogyha már így Jennifer Lopez formáiról van szó, amik szerintem tökéletesek, de hogy te most rendben vagy. Uh-huh. Te, aki mondjuk ki vagy téve annak, hogy ott vagy a színpadon, igen. hogy tényleg néha nagyon közelről látnak. Ezt lelkileg hogyan lehet ezt megélni, amikor éppen nem vagy oké magaddal? Hát ez küzdelmes. És pláne úgy, hogy már volt velem olyan, hogy nagyon vékony voltam, mikor elkezdtem próbálni egy előadást, és be is mutattuk, úgyhogy nagyon vékony voltam, és aztán, mikor legközelebb fel kellett venni ezt a jelmezt, akkor sírógörcsöt kaptam, hogy ez nem lehet, hogy ennyire nem jön föl. Nekem, vagy az én alkatomban ez benne van, hogy mindig oda kell figyelni, menni kell sportolni. Amilyen valamikor akartam lenni, a törékeny, átlátszó,
lány, az soha nem leszek. És ezt, ahogy elfogadtam, úgy szerettem meg magamat végleg. És érted, amikor például látok egy J-Lo klippet, akkor ebben erősödöm meg, hogy de hát ő is egy formás, széles csípőjű. Tehát, hogy szerintem vége ennek a nagyon vékony lány, nagyon szép. Tehát, hogy csak az lehet szép, aki nagyon vékony. Szerintem ennek már lassan vége is, és ez tök jó. Tehát, hogy most már a világ is a felé megy, hogy mindenki szép, úgy, ahogy van. És hogyha jól érzed magad, akkor az a lényeg. Színésznőként azért az nyilván egy nagyon-nagyon fontos eszköz. És ugye te nagyon-nagyon szép vagy, és nagyon gyönyörű vagy. Köszönöm. De hogy ezt hogyan lehet úgy kezelni, hogy jól? Vagy egy idő után, mondjuk 20-30 év múlva méltósággal viselni azt, hogyha már egy kicsit másképp. Ja, én nem fogom méltósággal viselni. Nem fogod? Nem. Tehát, hogy én szerintem minden létező eszközzel arra fogok törekedni. Hát akkor Jennifer Lopez plasztikai sebészének a szemet kérde. Én most komolyan, tehát egyszer forgattam egy amerikai produkcióba 3 napot, és mondtam, hogy gyerekek, én ezt nem hiszem, hogy ez a nő így néz ki. Komolyan mondjátok meg, hogy mit csinál. És akkor mondták, hogy édesem, hát mindent. Na látod, az például egy nagyon-nagyon fontos ügy. Szerintem, hogy az anyaképem, vagy az idősödő édesanyám, hogy ő hogy viseli ezt, az nagyon fontos, mert ő nincs meghűlve, nagyon jól áll neki az őszhaj, tehát ez most divat is nyilván, de hogy ebben most ő pont így, tehát hogy nagyon vagányul néz ki, bikrami jógára jár, tehát hogy van előttem egy olyan példa, hogy nem kell mindenképpen meghűlni, és nem is akarok életem végéig egy lárva lenni, és nem tudom, úgy csinálni, mint hogyha 13 éves lennék, vagy 20, mert sokkal jobban érzem magamat most, mint 18 évesen. Igen? Én nagyon boldogtalan ember voltam, ilyen kis kamasznak. Úgyhogy ez nekem sokkal jobb így. De mert, hogy akkor még nem találtad meg az utad, vagy nem voltál rendben magaddal? Mindegyik, amit most mondtál. Jó, tehát, hogy egy csomó 18 évesen ez van. Szerintem. Igen, tehát hogy most már értek olyan fájdalmak, olyan csalódások, olyan örömök, kudarcok, sikerek. De hogyha ez az egészet így összeteszem, akkor azt mondom, hogy én most vagyok a legjobban. Ideérve ehhez, ezt már régóta nézegetem. Szóval ez egy gyönyörű ruha, és persze láttam a címkét, és ezt a címkét, ezt a barátnőd gardróbjában elég sokat láttam, Borbé Szandinál. Úgyhogy nyilván köze van Szandihoz. Köze van hozzá, mégpedig ennek a ruhának az a története, hogy Majorkán nyaraltunk, és a Szandra minden vacsorához kiöltözött. Tehát, hogyha mi együtt nyaralunk, ami nagyon sokszor előfordul, én fölveszek valami ilyen strandruhát, vagy nem tudom, hogy egy ilyen pólót, tudod, ilyen, tehát én egyáltalán nem vagyok ilyen kiöltözős. Ő viszont imád kiöltözni, és akkor egyik nap bementünk a városba, a tengerpartról, ahol én tölteni szeretem az időmet, bementünk a városba vásárolni, és megláttuk ezt a ruhát, és akkor így mondtam, és akkor azt mondta, hogy pont egy másik ruhát nézegettem, és mondta, hogy Pálmai, gyere ide, légy szíves, ezt nézd meg. Mondom, hát ez nagyon jó, és mondtam, hogy hát nem tudom, csak lehet, hogy ez nem annyira nem is jó, és mondta, hogy most ezt felveszed, megveszed, és hordod. És hogyha nem, akkor nem állok vele többet szóba. És akkor ebben mentél vacsorázni. Utána elmentünk bulizni, nem? Hát vacsoráztunk is, de mert egy csodálatos szalsza bárban buliztunk. Hát ez mondjuk oda elég jól. Tehát, hogy a Szandra ezért is csodálatos, mert ő... Látja, hogy mi. De úgy, hogy kiszúrta, érted? Hogy a bolt másik végéből azt mondta, hogy ott az a ruha a Pálmai, és azt meg fogod venni, és ebbe leszel, és ezt hordani fogod. Mert ugye a fekete, meg a pulcsi, meg a nem tudom mi, amikor ilyen trógerbe járok, azt ő utálja. Színház a színésznős körökön belül vannak ilyen ruhacserék? Fejemben van, hogy ez valamelyik barátnőmnek nagyon jól állna, én már nem akarom hordani, vagy soha nem is hordtam. Például Ruider Vivi barátnőm is
erősen befolyásolja az öltözködésemet, amikor azt mondja, hogy te láttam egy olyan gyönyörű, hogy megkötős, és nem tudom. Tehát, hogy így hatunk egymásra a csajokkal, de cserélgetni pont most nem, de közben itt van mögötted a pasimnak a... Itt van mögötted a pasim, és hogy kimásznak. Na, de hogy csak azért... Tehát, hogy nem vagyok, kinyitjuk, nem? De hogy? Például sokszor csinálom azt, hogy megfogom a valamelyik pulcsiát, és fölveszem. Mert hogy jó érzés, hogy tudod. Ez nagyon kedves. Igen, és hogy én nagyon szeretek olyan emberek ruháiban lenni, akiket szeretek. Ez teljesen fenntartható. Tehát az, hogy mondjuk a pasit szekrényéből néha öltözködsz, ez az. Ugye? Igen. Nincsen kevés ruhád, de azért ez nem olyan eszement mennyiség. Igen. De ez a lustaságom miatt van főleg, nem a fenntarthatóság miatt. Nem, mert egyszerűen... Tehát, hogy ha arra gondolok, hogy vagy menjek át vásárolni, nem megyek, van nekem ruhám elég, amit fel tudok venni. Tehát, hogy ez a lustaság miatt van. Bata viccától kaptam ezt a táskát, ami pont úgy láncos, pont akkora a mérete, pont olyan puha, amit szeretek, és akkor, hogyha ebből mondjuk lenne még négy fajta szín, akkor megvenném, pedig mivel nincs rá szükségem. De ezért mondom, hogy fegyelmezem is magam, hogy tök jó ez a táska, szeretem, elég ez az egy. Hát ez kb. Mindenhez jó. Igen. Ez a szín. Ezt se venném föl soha télen, de nyáron meg nagyon szeretem, hogy ennyire neon, mert ez csak barnán lehet fölvenni. És akkor ez is bata vicc, hogy ilyen pulcsikba járok egész télen. Tehát ha van rajtam télen szín, akkor ez a narancssárga pulcsi. Illetve, ezt csak azért hozom, mert ezt tudod mi? Ez egy leggings, de jogázol. Nem jogázol. Nem. Ez J-Lo, J-Lo-nak a... Hogy, tényleg? Na, hát ez egy J-Lo leggings, ez a Niamazol, remélem jól mondom. Mármint, hogy így kell írni. De hogy nem tudom, hogy így kell mondani. Minden esetre ez a J-Lo-nak egy edzőgatyája, és akkor ezt megrendeltem. Nem edzek sajnos annyit, mint ő, de megvan. Tehát már megvan, hogy miben. De. Jó, de egyszer futsz. Futni futok, igen, csak nagyon fáj a derekam, szóval azt se csinálhatnám, és akkor el kéne kezdenem a jogát. Tehát, hogy azt mondod, reggel, ez tökéletes hozzá. Tudom, már csak a bérletet kéne megvenni, és elmenni jogát. Bár nem halmozol tárgyakat, de azért vannak olyan darabok, kérdezem, de közben látom, hiszen itt is vannak. Igen, szóval azért van egy-kettő olyan darab, ami fontos. Igen, tehát hogy például ez a Junior Prima díjam, ami egy üvegló. Ezt látod, tehát ez látszik, hogy ez egy üvegló. És te lovagoltál. Igen, nagyon szeretem a lovakat, és hogy annyira szép, meg annyira szeretem azt, amit jelent. Tehát, hogy az ilyen tárgyakat szeretem, amik ilyen légiesek, és olyanokkal te lerakom a lakásomat. De hogy képzeljétek el, hogy most letörtem ennek a lónak a szárját, amit a Szandrától kaptam, a karácsonyfámra, ez egy karácsonyfa dísz, de hogy ő is tudja ezt, hogy imádom a lovakat, meg a csillogós dolgokat, mert egy közben meg igen, tehát az van, hogy egy ilyen szarka is vagyok. Tehát imádom azt, ami fényes, csillog, és... Hogyha bátrabb lennék, meg hogyha tehetném, mert hogy ennyire nem vagyok bátor öltözködésben, akkor biztos, hogy tele lennék ékszerekkel, meg ilyen csillogós dolgokkal. Nyilván azt jó, hát az egy elég erős. De hát, hogy érted, ebben nem szállhatok fel a hetes buszra. Persze mesélsz arról, hogy szorongsz, hogy félsz a mai napig sok mindentől, de hogy az öltözködésben, ha még picit gyávának érzed magad, az... Nem tudom, akkor még nem jutott el a teljes magabiztosságig. Mert hát, nagyon sokszor azt mondják, hogy ez a fülbevaló, ez nem tudom, hogyha fölveszek, ez nagyon sok, meg neked ez ilyen sok. És akkor így hogy szeretném egyszer azt elérni, hogy azt mondom, hogy igen, ez sok. És hogy ez nem baj. Nagyon kevés olyan van, olyan fülbevaló, vagy nyaklánc, vagy karkötő, amiről azt gondolom, hogy ez jól áll, és hogy nem akarom teleaggatni magamat, viszont nem hordok ékszert, mert nem tudom, hogy ez jól, tehát hogy nem tudom, valahogy itt van valami nekem az ékszerekkel,
Például szeretem ezt az órát, és akkor ez mindig rajtam van, és akkor ez is csillog. De hogy nem tudom, még az ékszerekkel vagyok így, hogy hát mondjuk egy gyűrű. Az jól jönne? Aki veszi a lapot, az veszi. De nagyon csillogjon. Sokat gondolkoztam, hogy majd, hogyha én férjhez megyek, akkor miben fogok férjhez menni, és hogy ez például tehát minden nap változik, hogy néha azt gondolom, hogy egy fehér zakóban és egy, tehát hogy ilyen szuper cool leszek. Sexy, de szuper cool. Mert közben meg nagyon szeretek tehát kicsit így keverni a sportosat az elegánssal, tehát hogy tudom, például van ez a cipőm, amit nagyon szeretek, és akkor ezt így rohangálósnak fölveszem, de nagyon szeretem nadrággal és zakóval fölvenni. Tehát hogy igen, azt hiszem, hogy abban érzem magamat a legjobban. Most nagyon beállítottam magamnak egy ilyen vakaréknak, aki egész télen egy ilyen kukás, elnézést a kukásoktól, tényleg ne haragudjatok, de hogy most arra értem, hogy tehát nem vagyok egy igénytelenség, csak hogy... Szereted az ilyen fekete pufi csekiket, amik ott vannak. Na, és akkor igen, most megmutatom, hogy mi az, ez a nyár, summer, és itt van a winter, hogy képzeld, hogy van egy ilyen jackim, egy kabátom, ami iszonyú jó meleg, 100 éves. És Borbé Szandra barátnőmmel egyik téli estén kiültünk borozás ügyben kiültünk, ilyen melegítő gombák alá, és úgy dumáltunk, hogy egyszer csak odaégtem egy ilyen melegítő gombához. Na, hát ennek a ruhának van sztoria. Hát mindegyiknek jó van. Beszélgetés és volt. Akkor ez, tehát hogy így nézek ki télen, ezt magamra húzom, és rejtőzöm. Valahogy biztos le lehetne a kapucniát vágni, és akkor minden oké. Lehet, igen. De közben meg egy nagyon jó meleg kabát, nagyon szeretem. De hogy ez a telem. Én szívesen öltözködöm, csak... igen, csak néha nincs kedvem, és nincs időm. És igazából ez a maszkulin vonal, ami a személyiségemben van, hogy picit... tehát, hogy így hajlamos vagyok ilyen férfiból reagálni, az öltözködésemre is kihat. Abból a szempontból, hogy a kényelem meg az egyszerűség fele megyek. Visszakanyarodva még egy picit, ahonnan indultunk, és ugye most itt a maszkulin énedről is beszélsz, és azért az elején a klímaszorongással kapcsolatban előkerült ez a kicsit harcias éned, ami szerintem tök jó, hogy megvan. Meddig érzed, hogy mondjuk el tudsz menni ebben? Tehát, hogy mennyire tudod feladni a kényelmet? Mondjuk azt mondanak, hogy most nem vásárolhatsz több ruhát azt a következő egy évben. De én nem is, tehát hogy nem ennyire tudatosan, de azt mondjuk, tehát hogy én nem vettem ruhát szerintem az elmúlt fél évben. Erről például teljesen büszkén tudok nyilatkozni, hogy nem vagyok állandóan valami boltban fellelhető, hogy ott szórom a pénzt, mert teljesen megvagyok a ruhatárammal. Tehát. Meg vigyázol is a ruháidra? Uh-huh. Meg ezért gondolom próbálsz olyan ruhákat venni, amik akár hosszú évekig. Ugye igen. Ez még egy ilyen fontos szempontja a fenntarthatóságnak, hogyha divatról beszélünk, hogy olyan darabokat vegyél, amik hosszú ideig a részeid. És mondjuk így ragaszkodni is tudsz ezekhez? Tehát nagyon. Például ehhez így tudsz ragaszkodni azért, mert emlékszel a történetére, hogy ezt hol vetted, hogy a Szandrával vetted. Igen. Én nagyon kötődöm ezekhez. Tehát, hogy például ez a kabát is egy ilyen szerelem kabát. És egyszer különben majdnem elvesztettem pont ezt a kabátot, és iszonyatosan megviselt, és tudom, hogy lehet még narancssárga kabátot venni, de olyan rossz érzésem volt, hogy de hát az én kabátom, és nekem azzal annyi történetem van, és akkor ez most ott maradt valami buszon, és akkor azt ki fogja fölvenni, hogy mi lesz vele. Tehát, hogy igen, megvisel az, hogyha valamit elvesztek, és éppen ezért próbálok rá nagyon vigyázni. Mert csak egy visszakanyarodás még Görögországhoz, mert ugye elkezdtünk az elején Görögországról beszélgetni, és aztán sosem derült ki, hogy te miért jársz ennyit Görögországba? Azért ilyen mániám, mert nekem a tenger az
az olyan, mintha ott nem, tehát hogy tényleg nem akarok ilyen nagyon lila dolgokat mondani, de hogy ott így átmosódik a lelkem. A nyaralás utolsó napján én mindig depressziós vagyok. És akkor jön egy ilyen zakogó görcs, hogy el kell menni a tengertől, de nekem ott valami nagyon fontos origón van, tehát hogy ott én ott tudok pihenni, ott a sziklákon érzem azt, hogy itt van a lényeg. Olyan gyönyörű kék a tenger, és hogy ez borzasztó, érted, hogy naponta elolvasol 40 ilyen cikket, hogy nem tudom, 29 év múlva már tényleg annyi műanyag lesz a tengerben, hogy én meghalok ettől, hogy szóval, hogy a bálnák, nem tudom, hogy fulladnak meg, meg mi van a hasukban, amikor kiszedik. És hogy én azóta nem eszem tonhalat, amióta megnéztem ezt a halászós filmet, és tényleg fél évig nem ettem húst, és teljesen ki lehet bírni, sokkal jobban érzem magam. Tehát, hogy tényleg jobban éreztem magamat attól, hogy miattam nem kellett megölni senkit. És akkor milyen aranyos a kismalac, nem tudom, nézzegetjük ezeket a videókat is közben, hogy én azt érezném igazságosnak, néha erre gondolok, hogy volt egy ilyen reklám egyszer, hogy egy ilyen gyönyörű megterített asztal egy étteremben, és akkor a pincér felveszi a rendelést, hogy mit szeretne a vacsorázó pár enni. És akkor a vágás és a következő pillanatban ott van egy késsel a smokingos ember, és ott van egy csirke. Hogy akkor tessék, akkor csináld. Hát, hogy közben meg, tudod így, sokszor erre gondolok, hogy szeretem a halat, de ne úgy hozzák ki, hogy rajta van a feje. Mert akkor olyan, mint egy hal. Hát, de hát az így hal. Tehát, hogy azt... De nem, hogy ez... Igen. Mindegy, hát én mindig fej nélkül kérem, ha kérek halat, és én sem ettem tonhalat, amióta megnéztem ezt a filmet, szóval teljesen értem. Tehát, hogy ebben nagyot fejlődtem, hogy például voltam fél évig nem hogy vega, hanem vegán. És erre büszke is voltam. És akkor most van 2-3 hónap lazítás, és aztán majd megint visszatérek ehhez. De hogy ébreszt. Tényleg, mert nem ezt, tehát itt nagyon nagy bajok vannak már most. És aki tehet, ha ilyen piciket is, akkor azt tegye meg.